Fidesz ki akarja nyírni a családi napköziket, legalábbis Ercsei Katalin LMP-s képviselő szerint. Vajon miért erről fogunk beszélgetni? Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mi érdeke fűződne a kormánypártnak ehhez, amikor tudjuk, hogy ez egy fontos probléma, többek között tőlük is tudjuk, mert hogy erről a politikusok mindig előszeretettel beszélnek, hogy ahhoz, hogy visszamehessenek az édesanyák dolgozni, ami nemzetgazdaságilag is fontos, meg a családok számára is, ahhoz több férőhely kéne. Annyit pontosítanék, hogy nem a Fidesz, a kormányon belül van egy érdekes harc, a KDNP az, ami valahogy mindig, ha oda kerül a sor, hogy a Fidesz felől, vagy szakértők felől, például népesedési szakemberek, népesedési kerekasztal felől beérkező szakmai javaslatokat sorba kell állítani, akkor valahogy mindig azok esnek ki, amik a családi napközikkel kapcsolatban pozitív változást jelentenek. Azért ugye, ez nem mindig volt így, bocsánat, hogy közbeszólok, mert korábban volt egy harc például az Oktatási Minisztérium és a Fidesz frakció között egyáltalán családi napközik ügyében. Hoffmann Rózsa nagyon nem pártolta őket, és akkor a Fidesz frakció szembe ment a saját államtitkárával is. Ez ugyanaz a harc, tehát ugye ott kezdődött, hogy 2012-ben minden egyeztetés nélkül elvették a normatívát azoktól, amelyek nem állami önkormányzati fenntartásúak, és nem EU-s pénzből épülnek. Tehát innentől kezdve, hogyha ugye érdekes ez ettől a kormánytól, hogyha azt mondja valaki, hogy én önerőből akarok családi napközit létrehozni, ezzel 3-4 nőnek munkahelyet teremteni, 5-7 anyukának lehetőséget, hogy a gyerekét elhelyezés szintén elmenjen dolgozni. Azt ma már nem támogatja állami normatívával az állam, ami szerintem botrányos. Akkor igen, hogyha az egész létesítmény uniós pénzből jött létre, és akkor nem, hogyha magánerőből? Igen. Tehát ez egy eleve egy furcsa dolog, de utána az is kiderül, hogy ha pályázik is az EU pénzekre, most a hétfői interpellációmból kiderült, pontosabban a válaszból, hogy nem fogják kifizetni azokat a pályázatokat, amiket ugyan megnyertek, van is rá pénz, tehát 1 milliárd forint ragadt be az egyik ilyen családi napközikre szóló pályázaton, de nem fogják kifizetni, nyilván másra kell a pénz, elköltötték azt a pénzt, amit gyakorlatilag megítéltek családi napközik pályázatára. De hogyan költhették ezt le, hiszen ez címkézben van, nem? Tehát az unió ellenőrzi, hogy arra költik-e, amire adták. Hogyha úgymond abba a fázisba ér, hogy nincs kifizetés valamilyen okból, ezt ugye nem nagyon lehet megtudni, hogy miért és hogyan, akkor az nem kifizetett, illetve elszámolandó pénz, hanem nem megítélt pénznek minősül. Akkor is, hogyha a pályázó értesítést kapott arról, hogy a pályázata rendben van, de tartalék listára került. Ez ügyben egy nagyon csúnya sunyogás folyik, ugyanis a Soltész Miklós államtitkár úgy válaszolt a hétfőn a parlamentben, hogy felsorolta, hogy 2014. december 31-ig hány ilyenfajta intézmény fog létrejönni, csak éppen közben kinyomozták újságírók és egyéb forrásaink, hogy olyanokat is felsorolt, amik egész egyszerűen nem is indultak el. Tehát majd aztán 2014. december táján valaki majd fölteszi a kérdést neki a parlament, akkor ezzel mi lett, de mi már most tudjuk, hogy csomó nem épül föl, nem indulnak el ezek a beruházások. De volt olyan pályázat is, ahol például céges családi napközit akartak támogatni, viszont a szakma tiltakozása ellenére nem vették ki azt a pályázati kiírásból, hogy a cég az nem fenntartóként szeretne. Tehát egy MOL, egy Telekom, egy nagy cég nem bölcsödét családi napközit szeretne működtetni, neki benzinkutat, mobil szolgáltatás és egyebet kell működtetnie, és kiszerződni szeretné. Ezt a konstrukciót elvetették, és azért egy másik pályázat 8 milliárd forint ragadt be. Ez azóta erről elég nagy hallgatás van, hiszen ez egy nagy kudarc volt. Ezt a 8 milliárd forintot ilyenkor Magyarország elveszíti, vagy ezt is elköltik valami másra? Ezt nem tudjuk, tehát mivel én Lázár János szerettem volna, aki nem interpellálható, de az ő válaszát szerettem volna hallani, ehelyett Soltész Miklós vázott, ezeket a dolgokat ő elkente, természetesen továbbra is most adatkérést fogunk benyújtani a Lázár államtitkárság felé, hogy mutassa ki, hogy hova tűnt ez a pénz, és mire költötték, hiszen ez értelemszerűen, ha nem erre a célra megy, akkor az botrány. De újabb támadás a legújabb hírek szerint a családi napközik ellen, hogy a Hoffmann Rózsaféle kötelező napközi, ugye olyan módon próbálják vonzóvá tenni, hogy elveszik a kisiskolás, tehát ugye a családi napközébe járó
kisiskolás, iskoláskorú gyerekek normatívának a felét. Tehát, hogyha van is egy családi napközi, és az anyuka vagy a család nem a 30 fős hirtelnyében most kötelezővé tett iskolai napközibe akarja járatni a gyereket, hanem egy családias 4-5 fős családi napközibe, ahol több hasonló korú vagy akár kisebb gyerekkel együtt van, és ugye személyre szóló fejlesztést tud kapni, akkor leveszik a normatívát, ami eleve botrányos alacsony. Tehát az egész dolog onnan indul ki, hogy egy folyamatos folytogatása folyik ezeknek az intézményeknek, pedig a családi napköziké a jövő. Ezt most már látjuk. Ezek, amik rugalmasak, olyan helyen teremthetők, ami nem kerül óriási beruházásokba, tehát nem kell 150-200 milliós EU forrásért felépíteni egy új épületet, és aztán azt megtölteni gyerekkel, majd 10 év múlva valami új funkciót állni neki, hiszen a bölcsödék 10 év múlva a demográfiai hatásoknak megfelelően felesleges helyekkel fognak rendelkezni. Hát valószínűleg a magyar bölcsödők nem, mert annyit hallunk róla, hogy nincs belőlük elég, és annyira nehezen épül az a néhány bölcsöd, amire még szükség lenne, hogy valószínűleg néhány év múlva oda jutunk el, hogy elég lesz végre. Én úgy vagyok ezzel, hogy a bölcsöde az egy szakmailag magas, nagyon magas színvonal, de egy drága intézmény. Csak egy összehasonlításként 268 ezer forint a normatíva a családi napközikben, és közel 1 millió forint a bölcsödékben. És a bölcsödéket föl kell építeni. Tehát veszünk egy 200 milliós beruházást, amikor felhúzzák a falakat, abban három csoportszobát létreznek, majd pedig fejenként 1 millió forintért működtetik. Ami azt gondolom, hogy szakmailag egy fontos intézmény, és aki látja, nagyon sokat küzdök azért, hogy a meglévő bölcsödékben a bölcsödei dolgozóknak például a bérét, ami gyalázatosan alacsony, emelni kell, meg kell tartani. De a jövő az sokkal rugalmasabb, sokkal kisebb, sokkal családiasabb intézményeké, nem a több száz fős vagy száz fős fő körüli bölcsödéké, hanem a 7-10 fős családi otthonokban kialakítható pici családias napköziké, amik Nyugat-Európában is ezek azok, amik valójában tudnak reagálni az igényekre, olcsóbbak is, és hogyha az állam nem egy ilyen óriási aránytalanságot tartana, hogy háromszor annyi a bölcsődei normatíva, hanem a családi napközét is mondjuk a duplájára emelni, akkor a szülőknek se kerülne ilyen sokba. A szülőknek ugyanis nem feltétlenül olcsóbb egy családi napközé, mert hogyha az nem egy államilag támogatott napközé, meg bizonyos esetekben furcsa mondom még akkor is, ha igen, akkor bizony elég sokat, akár esetenként 70 ezer forintot kell havonta fizetni érte. Igen, tehát három évvel küzdünk azért, hogy a családi napköziben ne a szülőkkel fizetessék ki azt, amit az állam nem ad oda. Nem a családi napköziket kell hibáztatni azért, hogy a költségeket próbálják valahogy fedezni. Az, amit a szülőktől beszednek, épp fedezi a költségeket. Az államnak kéne odalépni, és különösen akkor, amikor szintén oknyomozó újságírók kiderítették, hogy most magánbölcsödék is épülnek EU-s pénzből, ugyanebben a drága konstrukcióban, és ugyanúgy 70 ezer forintot szednek havonta a szülőktől, mint hogyha egy saját önerőből létrehozott családi napköziről lenne szó. Tehát az, ugye ez ügyben továbbra is nyomozunk, mert van 9 olyan intézmény ma Magyarországon, ami ugyanúgy hatalmas díjakat szed havonta, annak ellenére, hogy azt mondták, hogy a bölcsődében nem lehet magasabb a díj 25 ezer forintnál, mégis ilyen nagy díjakat szed, és EU pénzből épült, ami közpénz, tehát abból nem lehet ilyen típusú díjakat szedni. Elvileg fogalmilag kizárt lenne. Elvileg, igen, és a szerződésükben is benne van, hogy ők nem szedhetnek díjat, csak ezért alapítvány támogatásnak nevezik el, és ugyanúgy a szülő szempontjából teljesen mindegy. Az a szülő, akinek ennyi pénze volt arra, hogy a gyerekét elhelyezze, mert muszáj neki elhelyezni, mert dolgozni akar, annak tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy ez családi napközi, vagy egy alapítványi magánbölcsöde, csak nekünk nem mindegy, hogy a közpénzeket hogy költik el. Tehát azt gondolom, hogy ez ügyben továbbra is nyomozást folytatunk. Én Lázár Jánostól szeretném hallani, hogy pucolja ki ezeket a tisztázatlanságokat, és hogyha a kormány bemeri számítani ezeket a bölcsődei férőhelyeket abba, amit olyan nagy hévvel hirdetnek, hogy milyen fantasztikus fejlesztések folynak, akkor számoljon el ezzel, hogy hova lesznek ezek a pénzek, és a beragadt pénzek is hova lesznek, miért szednek díjat a közpénzből épített bölcsödék, és mi lesz azzal, hogy a családi napköziket valójában fejleszteni kéne, és nem visszasorvasztani. Köszönöm szépen, hogy eljött, önöknek köszönöm szépen az eddigi türelmet, most ismét híradó következik, aztán várjuk önöket vissza.